Kőbánya egy nagyon különleges hely. Sok szép épület van Kőbányán. Kőbánya. Miután kiűztük a törököt az országból, megnőtt az igény a jó minőségű építőkőre. Beindult a kőbányai mészkőbányászat. Olyannyira népszerű termelőhely volt, hogy nem csak a pesti városfalat, de a középületek nagy részét is kőbányai mészkőből építették. Ki gondolná, hogy a Lánchíd pillérei és oroszlányai, az MTA, az egyetemi könyvtár és az operaház épülete is a kőbányai mészkőből épült. D. Kovács Robert Antal 2010 óta Kőbánya polgármestere. Munkájából és Kőbánya szeretetéből adódóan kiválóan ismeri a hely nevezetes épületeit. Kíváncsiak voltunk, melyik épület áll legközelebb a szívéhez. Érzelmi alapon biztos, hogy az első helyek közé tudom sorolni a kórházat, ahol a gyermekem született, vagy a polgármesteri hivatal épületét, ahol dolgozom, vagy az első munkahelyemet, a Bem József általános iskola épületét. Ha másként viszonyulok a kérdéshez, akkor ki tudnám emelni Kőbánya ikonikus épületeit, a sörgyár malátaszárítóját, a Mátyás sör mozaikját, a volt sörgyáron, konzervgyáron, a csősztornyot és sok-sok ikonikus épületet. Ha a modern épületeket vizsgálom, ami a megújuló Kőbányát jelenti, akkor biztos, hogy meg kell említenem a Richter gyógyszergyárnak a kémiai kutatóját a fantasztikus lépcsőházával. Ezek mind olyan épületek, amelyekre büszkék lehetünk Kőbányán. A Richter Gedeon folyamatosan fejlődik, és újabbnál újabb beruházásokat hajt végre. 2006-ban határozta el magát a vállalat, hogy megkezdi biotechnológiai gyógyszerek fejlesztését és gyártását. Ennek eredményeképpen 2007-ben létrejött a Richter-Helm közös vállalat. Az ezredfordulón a gyáralapítás centenáriuma idején új lendületet kaptak a látványos építkezések. A 2007-ben elkészült kémiai kutatóépület a cég kvázi arculati elemévé, az ipari innováció építészeti kifejező eszközévé vált. A telep beépítése és a környék városképe szempontjából egyaránt igen hangsúlyos helyen álló második számú raktártorony, energetikai és szerkezeti szempontból elavult homlokzatának gyökeres átépítését jó alkalomnak tartották arra, hogy a korábban lehangoló, arctalan és technológiai okokból ablaktalan épülettömeg figyelemfelkeltő látványelemmé, a vállalat városi arcának karakteres elemévé váljon. A gyár előtt elhaladó útról is jól látható, jócskán a környezete fölé magasodó épület új burkolatának célja tehát, azon túl, hogy átszellőztethető légréteget képez az épület vasbeton falai körül, és védi a szerkezetre rögzített hőszigetelést, nem más, mint a jó értelemben vett hatáskeltés, impulzivitás. 1893. szeptemberében készítette el Lechnerödön a kőbányai Szent László templom végső tervét. Tömegében a barcaféle neogót arányokat érvényesítette a mester. Elrendezése a francia középkori építészetet adja. A templom 1894 és 1899 között épült a tervező kivitelezésében, eklektikus, szecessziós stílusban. A tervező a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk, a perzsa és a magyar népi stílusokat ötvözte, és így született meg az egységes templom. Az épület Budapest ostroma alatt súlyos károkat szenvedett, és 1957-ben még a huszártorony is leégett. 1991-ben kapta vissza műemléki védettségét, és 1994-ben fejeződött be az 1974-ben elkezdődött teljes felújítás. Ma nemzetközileg védett épület besorolást kapott, és szerepel az UNESCO világörökségi várományos listáján. Supák Tibor újságíró, az Automotor volt olvasószerkesztője, történelem magyar szakos tanár. Sokáig az agglomerációban lakott, de jó ideje már kőbányai lakos. Hogy miért pont Kőbányára költöztünk, a gyermekeink ugye kirepültek, ketten maradtunk a nejemmel, és kerestünk egy olyan helyet, ahol jól fogjuk tudni érezni magunkat. Valahogy ide keveredtünk, és megfogott ez a hely. Ez a környéke Kőbányának tele van parkokkal, zöld területtel, jó a levegő, úgyhogy tágas, minden itt van a közelünkben, hogyha el kell érni. Boltoktól a postáig, a kormányablak, szóval minden, ami egy ilyen magamkorabeli embernek fontos. Ha választanom kell, akkor én ezt a kápolnát választom kedvenc helyemnek. Amiről olyan nagyon sokat nem tudok, csak annyit, hogy egy
Conti nevű olasz származású kőfaragó mester építette, hálából azért, mert a családja túlélte a pestis járványt 1700-as évek elején. Aztán azóta többször fenyegette veszély ezt az épületet lebontásra, a háborúba tűzvész is pusztított, ha jól tudom, de aztán mindig túlélte a veszélyeket. Aki Kőbányán autóba ül, az bizonnyal elhaladt párszor a zöldtetős gyalogos üveghíd alatt is. Az új kétszintes gyalogos hidat a Bosch építette a Sibrik Miklós út felett, hogy összekapcsolja egymással az autóipari fejlesztésének a helyszíneit a Gyömrői úton. Az új híd önmagában is mérnöki érdekesség, hiszen egymás fölött két szinten kínál közlekedési lehetőséget. Az alsó szint zárt, ugyanakkor légiesen üvegezett kialakítású, míg fölül ténylegesen nyitott, zöld tetős útvonalat kínál. A környezetbarát kialakítás hozzájárul a környék mikroklímájának javításához is. Az új híd célja nem más, mint összekapcsolni a Bosch Budapest Innovációs Campus két épületét, ahol a szakemberek a jövő autóipari fejlesztésein dolgoznak. Kőbányát a mai napig szeretjük azonosítani a sörrel, okot ad erre a kőbányai világos vagy éppen a Dreher sörgyárak megléte, de már az 1850-es években is folyt itt sörgyártás. Sőt, a főváros ipari építészetének egyik jelentős alkotása is ehhez kötődik. A Globus konzervgyárként ismert gyártelep eredetileg a fővárosi serfőző megbízásából épült. Magyarországon a legelső sörgyár és idővel a legjelentősebb élelmiszeripari gyártás összpontosult Kőbányán. A kialakuló hatalmas mészkőüregek állandó hőmérséklete hűvessége kedvezett a sörgyártásnak. Az első serfőző üzemeket az 1850-es években létesítették. Arató Gergely országgyűlési képviselőnek is megvan a kedvenc kőbányai épülete. Ez pedig a Maglódi út 47 alatti régi sörgyári épület. Ez az épület egyébként már Kőbánya 6. sörgyára volt, amikor átadták a első fővárosi sörgyár RT-nek az épülete. Ma is látható rajta a Mátyás király plakett, egy zsolnai kerámia, mert ez volt a márkának, a sörgyárnak a legfontosabb márkája, az a Mátyás király sör volt, és magának a sörgyárnak is ez volt a jelképe. Utána pedig sokan úgy emlékezhetünk rá, mint Globus, mert hogy a 50-es évektől ez a Globus üzemeként működött, mint konzervgyár. Én azért szeretem nagyon ezt az épületet, mert megmutatja azt, hogy egy ipari épület is lehet igényes, szép, hogy egy ipari épületnek is lehetnek nagyon fontos építészeti értékei, és nekünk Kőbányán az nagyon fontos, hogy ezeket az ipari hagyományokat is őrizzük, és emlékezzünk arra, hogy különösen a 19. század végén, a 20. század elején Kőbánya fejlődéséért mennyit tettek azok a vállalkozók, akik létrehozták ezeket az épületeket, és persze azok a munkások, akik ezekben dolgoztak, azok a mérnökök, akik ezeket fejlesztették. Tehát ez Kőbánya szempontjából azért egy fontos épület, mert ezt az ipari munkás hagyományt is kifejezi, és az is jó dolog, hogy ez az épület ma is meg tudta őrizni a funkcióit, jelentős részében ma is sörfőzdék működnek más vállalkozások mellett. A kőbányai épületek között egy igazi oázisra is bukkantunk. A régebbi nevén Gutmann, illetve mostani ismertebb nevén a kőbányai mélytó az Újhegyi Horgász Egyesület kezelése alatt áll. A 10. kerületi tó az újhegyi lakótelep szívében található. A környéken lakók örömmel választják kikapcsolódásuk színhelyéül a tó körüli fővesített parkot. Hetente két-három alkalommal jövünk ide, egyébként Óhegy a kedvenc részünk, de itt ezt a tavat nagyon szeretjük. A kőbányai épületek mesélnek. Csupán a szemünket és a fülünket kell kinyitnunk, és kicsit odafigyelnünk rájuk. Legyen történelmi örökség vagy ultramodern alkotás, mind egyről beszélnek. Kőbányáról. A szívem vissza húz, ez a kő.